hattal jöttünk, pozitív érzésekkel. Bízom benne, hogy lehet csodát tenni, azért ez a Velszi csapat itthon nagyon erős lesz, ezt tuti. Nagyon jó lenne győzni. Remélem, hogy egyszer Marcit is visszatlátom. Tehát titkon úgy jöttem ide, hogy esetleg ő is itt lesz. De hát nincs itt, de hát nem baj. Attól függetlenül hajrá, magyarok! Édesapaként, hogyan látod az ő válogatottbeli helyzetét? Most itt próbálok őszinte lenni, hát szomorú, hát egyértelmű. Hát én annak örültem volna, hogyha ő most itt van. Titkon abban reménykedtem, hogy itt lesz. De mondom, ettől függetlenül ide jöttünk és drukkolunk a csapatnak. Mint én voltunk a barátaimmal 4 évre ezelőtt az EB-n, akkor még a Marci a körúton drukkolt a magyar csapatnak. Mert akkor még a válogatott közelében nem volt. Én szakmailag nem akarok ebbe belemenni, mert az nem az én asztalom, én ehhez nem értek, én máshoz értek, de hát én nagyon örültem volna, hogy itt lenne. Hogyan lehet az ő kazasztáni pályafutását? Ugye most arról hallani, hogy esetleg távozhat a klubjától. Mennyire jött be összességében ez a klubhoz? Figyelj, összességében ez egy baromi jó, nagyon jó kaland volt. Az eleje nagyon jó volt, utána volt egy elég komoly hullámvölgy, amikor nem játszott. A végén nagyon sokat játszott, végigjátszott a gólokat, gyönyörű gólokat. Hát én megnéztem minden meccset, mert az interneten lehetett látni. Jó, hát én elfogult vagyok, hát az egyértelmű. Ezt nem kell magyaráznom, de szerintem ott fejlődött. A kazak bajnokság az nagyon érdekes, mert van 2 erős csapat. Én nagyon bízom benne, hogy onnan előrébb tud lépni. És mi jelenteti az előrelépés? Most hallani, hogy Magyarországról is van érdeklődő most visszajönni az előrelépése, hogyha egy ilyen csapathoz jön, én azt mondom, hogy Nyugat-Európa. Nagy, én csak a konkrétumokról tudnék beszélni, hogy ha lenne valami olyan konkrétum, akkor arra meg tudnám mondani, hogy az X, vagy az Y, vagy az Z. Érdeklődések vannak, de hát ezek ilyen felkapott pletykák. Abban biztos vagyok, hogy lesz lehetőség. Azt tudom. Mert játszott olyan jó, tessék. Még az sem biztos, de azt mondom, hogy elég komoly szansz van rá. Elég komoly szansz van rá. És hogy látod a válogatottat hosszú távon? Mire lehet jó ez a Rossi csapat? Nézd a Rossit, mint edzőt, mint embert, én nagyon kedvelem, az most fejbe vert engem, hogy nem válogatta be, de hát ez mindenkinek a szíve joga, hát nem lehet mindig úgy dönteni egy szövetségi kapitánynak, hogy ez mindenkinek tetszene, és hát én nem szakmai szempontokat nézem, nekem a gyerekemről van szó, tehát én nagyon-nagyon örültem volna, hogyha itt vált ezt a jegyet, megvettük 6 hónappal korábban, tehát ez most nem azért volt, mert most megvettük, mert nincs itt, hanem máshogy készültünk. De Rossz ez egy jó edző. Hát én láttam a Honvédban, amit csinált, amit ott fölépített. Itt most szerintem nehezebb dolga van. Itt nehezebb dolga van. Mondtad, hogy nem akarsz szakmázni, de akkor ha mondjuk kicsit a vízilabdával vonnék párhuzamot, ami ugye te műveltél is, mekkora dolog lenne, ha mondjuk vízilabdás példát említünk, ha most ez a meccs holnap meg lenne, és kiütnek az Európa bajnokságot. Ez nagyon nagy dolog lenne, igen. Az ilyen lenne. Az nagy. Én úgy érzem, hogy nem nekünk áll az ászló, azt mondom, hogy 60-40, inkább a lesznek, talán egy több is. Na de hát egy ilyen meccs, ez 90 per, bármi lehetséges. Nem tudom, hogy én remélem, hogy jó állapotban vannak a srácok, meg lesz a megfelelő motiváció, koncentráció, aztán hadd szóljon.